A Pásztor utcai bölcsöde 1978. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit, pontosan 40 évvel ezelőtt. Az elmúlt évtizedekben több mint 2000 gyermek járt ebbe az intézménybe. A születésnapi ünnepséget azért álmodták meg, hogy lehetőséget biztosítsanak volt bölcsödéseiknek és korábbi dolgozóiknak a visszatérésre, az emlékezésre. Hosszú-hosszú készülődés előzte meg ezt a mai napot. A kollektíva segítségével igyekeztünk a múltból egy kis fényképekkel, fotókkal kiállítást szervezni. Hát a digitális korszak kezdetéig van képünk, utána már kevés az a papír alapú kép, amit ki tudtunk állítani. Úgyhogy ezzel készültünk, itt a köszöntőbeszédeket megtiszteltek vendégeink, ezt az intézményünket, hogy itt voltak, jelen voltak velünk, közösen ünnepelhettünk. És utána ez a délelőtt arról szól, hogy kinyitjuk az ajtókat, mindenki betekinthet, volt bölcsödés, volt kollega, megnézheti, hogy most milyen az intézményünk, és visszaemlékezhet arra, hogy mekkora különbség van 40 évvel, vagy 30 évvel ezelőtti, vagy akár a 2012-t megelőző időszakot, mert hogy 2012-ben lett felújítva az akkor 34 éves intézmény. A rendezvényen előkerültek a régi fotók, megidéződtek az emlékek, megjelentek, sokat nosztalgiáztak. Én szakácsnő voltam, szégyen, nem szégyen, nem tudom, de lehúztam mit 5 évet a Perlati Terike igazgatónő vezetése alatt. Nagyon szerettem ide járni, most is szoktam találkozni a kolléganőkkel a városban, megállunk, beszélgetünk, én már saját jogom 2 éve nyugdíjas vagyok, örömmel jöttem vissza. Én kezdettől itt dolgoztam, én a mosodában dolgoztam, úgy, mert az olyan munkakör volt, hogy a 4 gyermekem született, és akkor a 4 gyereket el tudtam látni, és óvodába elküldeni, iskolába, és utána 9-től kezdtem a mosodába, és ugye hazafelé munka végeztére meg össze tudtam szedni a gyerekeket, úgyhogy egy évig dolgoztam itt. Az ünnepségen elhangzott, hogy az intézmény vezetősége névváltoztatáson gondolkozik. Bogár Éva, a Békés Csabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatója elárulta, a 8-as számú bölcsődei elnevezést lecserélnék egy újabb, barátságosabb és korszerűbb névre, hiszen ez a bölcsőde már bizonyított 40 éve áll a közszolgálatában.